eseménydús és érzelemdús mérkőzés volt. Nagyon együtt éreztem a csapatot a mérkőzés előtt, ez a mérkőzésen vissza is köszönt. Természetesen ilyenkor, amikor azt érzi egy csapat, hogy sokkal jobb helyzeteket alakít ki, és már csak a gólra vár, akkor meg tudja fogni egy ilyen kapott gól. Igazából az első hibánkat kihasználta az Újpest, és már nem az első mérkőzés, hogy mi piciket tudunk hibázni, abból egyből gól lesz. Természetesen a nyitottabb és az építkezni akaró csapatnak van nehezebb dolga ilyenkor. Úgyhogy emellett még a gól után azt éreztem, hogy a srácoknak egy kicsit megjött az a két nappal ezelőtti mérkőzés is, ami rányomta a bélyegét, pluszban a mentális dolgok mellett a fizikális dolog is bejátszott itt. Aztán a fél időben tudtuk rendezni a sorokat, és én úgy éreztem, hogy egy nagyon jó meccset játszottunk onnantól kezdve is. Vissza tudtunk jönni a meccsbe, ez nem először fordult már velük elő, úgyhogy büszke vagyok rájuk ilyen tekintetben is. Aztán sikerült megint azt a hibát dobnunk, ami a csapatra amúgy is jellemző volt. Nem tudom már pontosan, hogy hanyadik gólunkat, de sokadikat kapjuk ugye pontrugás után. Védekező szögletben nem a legerősebbek vagyunk. Viszont az a jó hír, hogy ezen lehet dolgozni, és ez nem egy olyan kijavíthatatlan hiba, aminek egész bajnokságban el kell, hogy kísérjen minket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a apró mozaikok, hogyha a helyére kerülnek, akkor ez egy nagyon erős és nagyon szerethető csapat marad, és eredményes is lesz. Köszönjük szépen, van egy kérdés esetleg? Vajda György, Nemzeti Sport. Megtudható az, hogy mit mondott a szünetben a játékosoknak? Mert egész másképp futballoztak. Nem feltétlenül futballoztak egész másként, ugye azért sikerült frissíteni a... Ja, jó. Ez meg volt szerintem a gól előtti részben is, és mondom még egyszer, hogy ezek a srácok nem gépek, és nem várhatjuk el tőlük, hogy minden egyes, bár mondjuk nagyon sokan úgy játszottak, mintha gépek lettek volna, mert ahogy néztem itt a végén is, jó pár játékos úgy futott, hogy nem is értem, hogy honnan sikerült így erőt meríteni, vagy elővenni az erőt ebből. Azokat a játékosokat, akiket azt éreztük, hogy jobban megfogta a kecskeméti meccs, mint ahogy kellett volna, azokat le tudtuk cserélni, és szerintem ők is jól reagáltak rá, és ilyenkor azért nagyon nehéz azt, hogy taktikailag cseréljen az ember, vagy kondicionálisan próbálja elkapni, hogy ki az, aki sérült ki lehet, vagy ugye a sérülést megelőzzük. Úgyhogy ezekben gondolkodtunk, és ezt sikerült jól elkapni. És a mentális része is ugye rendben van. Ez egy nagyon-nagyon erős, mentálisan erős csapat, úgyhogy nagyon jól tudnak ezekből a szituációkból kijönni. Köszönöm, és még egy kérdés, bár lehet, hogy nem is önnek kellene feltennem. A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy megbízott vezetőedzőként dolgozik. Mit gondol, meddig lesz a megbízott a vezetőedző előtt? Olyan sűrű volt ez a pár nap, hogy ezen nem volt időm gondolkodni, hogy ugye mondta, hogy meddig, vagy hogy mit gondolok. Nem ezen gondolkoztunk, azon gondolkodtunk, hogy tudjuk a lehető legjobb állapotban a csapatot föltenni a pályára. A következő heteknek nyilván ez lesz a fő momentuma, hogy átbeszéljük a tapasztalatokat, és meglássuk a hogyan továbbot, de ugyanazt tudom eddig elmondani, vagy ugyanazt tudom elmondani, mint eddig, hogy amíg a klub úgy gondolja, hogy szükség van rám, én nagyon szívesen és teljes mellszélességgel a srácok, illetve a klubért próbálok segíteni. Köszönöm. Juhász István, Helyi TV vagyok. Én azt kérdezném tőled, Miklós, hogy bár említetted itt részben, hogy miként értékeled a látottakat, és hogy a védekezéssel kapcsolatosan is említetted, hogy javítható helyzetben, állapotban vannak ezek a dolgok, de sajnos mégis mindhárom tavaszi meccsen két gólt kapott a csapat. Talán én szerintem most játszott a legtöbb hibával együttesen, mióta te irányítod. És hozzáteszem azt is gyorsan, hogy nem lett volna ez egy megoldhatatlan nagy helyzet, mert két igazán komoly zicserrel jött a kapunk elé az Újpest, abból mind a kettő gól lett. Ezt te miként látod? Egyetértesz egyáltalán ezzel, és
ez lehet az a vonal, amiben nagyon gyorsan, sürgősen javítani, változtatni? Jól hangzik, amit mondasz, hogy ilyen három tavaszi meccsen, de igazából megmondom őszintén, én is úgy érzem, mintha vagy három hónapja együtt dolgoznánk a csapattal, de ugye ez csak egy hét volt, és ilyen tekintetben azért ez nagyon sűrű volt, és edzeni ugye nyilván nem tud ilyenkor az ember, mert arra kell figyelni, hogy hogy könnyítjük ki, hogy pihenjük ki, hogy fogunk felfrissülni. Közben jönnek ugye a betegségek, amivel azért mi is küzdöttünk. Vannak olyan minőségi játékosaink, akik sérültek és nem állnak rendelkezésre. Tehát mondom még egyszer, hogy azért ez a hét nem arról szólt, hogy most mi azokat az apró hibákat, ami a csapatban benne van, azt mi ki fogjuk tudni javítani, de dolgoztunk rajta. Viszont ugye kevés időnk és lehetőségünk volt ezt gyakorolni, viszont a srácok ezt nagyon jól fogadják, de attól függetlenül azért gondolom te is régóta nézed a focit, hogy volt már nekem olyan többször, hogy valamit kértem és nem azt csinálták a játékosok, és nem azért, mert nem azt akarják csinálni, hanem egyszerűen a labdarúgás egy olyan összetett sporták, hogy nem csak a kondicionális dolgok, a mentális dolgok, tehát nagyon sok minden belejátszik, és bizony ilyenkor becsúszhat hiba, és azért azt ne felejtsük el, hogy minden meccsünkön, talán Debrecen kivételével mi próbáltunk ugye építkezni, támadni, ami sokkal több energiát vesz el, mint egy középső zónás védekezés, és az alkotásba sokkal több erőt és energiát kell beletenni, és abba sokkal több hiba tud becsúszni. Ki tudunk nyílni, és ezért nehezebb a srácoknak ezt megoldani. De mondom még egyszer, hogy én nem ebben éreztem problémát. Az apróság, hogy teljesen üresen engedünk fejelni egy játékost a 16-oson belül, az, amit szerintem nem szabad megengedni, és azzal lehet mit csinálni. Apró dolgok döntenek, és ezek az apró dolgok egyelőre nem mellettünk voltak, de hogyha dolgozunk azért, hogy mellettünk legyenek, akkor mellettünk lesznek. Én egy picit konkrétumot hadd próbáljak már kihúzni belőle, Miklós, enged meg, és akkor beszéljünk inkább előre, mert ugye majd a következő tréningek a te irányításoddal mennek. Miben szeretnél mindenképpen előrelépést, stabilitást a csapattól? Most ezt azért nem szeretném neked, hogyha megválsz, utána nagyon szívesen beszélgettünk, csak lesznek meccseink a következő időszakban is, és nem szeretném minden csapatnak azt nyilván tudtára hozni, hogy én itt belülről milyen gyengeségét látom a csapatnak. Két dolog van, ugye az erősségekre jobban rá kell feküdnünk, mert nagyon sok erősségünk van. Azoknak a kijavítását is, fejlesztését is erőltetnünk kell, illetve azt a pár hibát, amit folyamatosan és visszatérően elkövettünk, azt meg ki fogjuk javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pusztai Viola vagyok az NSO TV-től, és a gólörömre szeretnék rákérdezni, hogy mit szimbolizált az a gólöröm, hiszen mindenki odafutott a kispadhoz, és átölelte egymást a játékosok, illetve ön is a játékosokat, hogy ez a csapat kohíziót szimbolizálta, vagy azt, hogy önnel szeretnének a továbbiakban is dolgozni. Köszönöm. Hát ez a labdarúgásban így van, hogyha gólt rúgunk, annak általában szoktunk örülni, és most is ez történt igazából. Gólt rúgtunk, nagyon szerettünk volna ma nyerni, és én azt éreztem, hogy a srácokból az a, hát mondjuk nyomásnak, az a nyomás, hogy első hazai mérkőzésen egy szenzációs tábor előtt, akinek ezúton is szeretném megköszönni, hogy azt a nyomást az ellenfélre, illetve azt a segítséget nekünk megadták, hogy végig szurkolták a mérkőzést. Úgyhogy a srácok is érzik, hogy nagyon sokat beletesznek, és ennek ki kell jönni előbb, és ez a felszabadultságot éreztem én, hogy ez jött ki belőlünk. Megmondom őszintén, a kecskeméti mérkőzést nem gondoltam volna, hogy egy két napon belül ugyanazt fogjuk látni, hogy a Diózsőr támad, Diózsőr gólhelyzeteket alakít ki, és mégis az ellenfél nyer. Gyakorlatilag az Újpest is három támadása volt, a három kapura lövése volt és kettő gól. És akkor, ha szó volt a védekezés, olyan a támadásra kérdeznék inkább rá, hogy ezt hogy viseled a kispadon, illetve nyilván erre is van terved, hogy a gólhelyzetből hogyan lesz gól a következőkben.
Igen, hát nem az én érzéseim a fontosak, hanem az, hogy a srácoknak az az önbizalma és az a hite, hogy tudnak gólt rúgni, az visszajöjjön. De mondom még egyszer, hogy ezek nagyon apró dolgokon múlnak, és azt a frissességet és azt az önbizalmat, ami egy gólhelyzetnek a kihasználásához kell, az most nem volt meg, de biztos vagyok benne, hogyha szombat-szombat vagy hétvége-hétvége ritmusba tudunk játszani, akkor az a frissesség meg lesz, az az önbizalom meg lesz. Itt egy győzelem kell, és biztos vagyok benne, hogy ez a csapat nagyon komolyan el fog indulni, és így is nagyon nehéz szerintem ellenünk játszani, de biztos vagyok benne, hogy akkor még inkább az lesz.